Folytatódik a napi aktuális. Erős kijelentést tett a múlt héten Szili Katalina kárpátaljai kisebbségeket ért atrocitásokkal kapcsolatban. Az autonómia ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a Mandinernek azt mondta, hogy idézem, meghalni a szabad a magyarnak Ukrajnáért, csak magyarul ne beszéljem. Vendégem Szilikatalin Katalin, jó estét kívánok! J jó estét kívánunk önnek és a televízió nézőknek is. Mikor tért vissza, ott volt Kárpátalján? Múlt hét csütörtökön, akkor tértem vissza, ott töltöttem egy egész napot. Második Rákóczi Ferenc Főiskolán jártunk kollégáimmal. Ezen kívül volt egy kulturális rendezvény, amit a Kárpátaljai Magyar Kulturális Egyesület tartott és ezen kívül találkoztam még egyházi vezetőkkel, és nagyon sok emberrel, mert ott a rendezvényen sokan részt vettek, különösen pedagógusok. És számomra az egyébként megrendítő volt, hogy amikor velük beszéltem, volt olyan, aki odajött és azt mondta, hogy hiába mondják, hogy ne féljünk, mi félünk. És megdöbbentő volt ez szerkesztő úrnak, mondanám, hogy a főiskolán, amikor ott voltam, és elkezdtünk tárgyalni, akkor egyszer csak megszólaltak a légvédelmi szirénák, és akkor elnök elnökasszony és a rektor úr ott mondták, hogy hát a megszólaltak, így a diákoknak le kell vonulniuk a légópincébe, hogy mi szeretnénk elmenni, én mondtam, hogy nem, akkor tárgyaljunk tovább. De amikor vége volt a tárgyalásunknak, akkor Lementem a Légópincébe, és ott ültek a diákok sorba, és egyébként várták, mert vizsgáztatták őket a Légópincébe. Én azt gondolom, hogy életemnek ez az egyik ilyen uh, szívszorongató élménye volt. És ekközben, e amikor be akart menni a munkácsi várba koszorúzni, akkor, akkor megkipiltott? Ott ki igen. Uh, velem volt még a külügyminisztériumból Kalmár Ferenc uh, külön megbízott úr, hiszen előadást is tartottunk egyáltalán a Kárpát-medencéről magyarság sorsáról, a magyar jövőről, és szerettük volna, hát Petőfi Sándor bicentenáriuma, én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami nyilván hozzá tartozik a magyarsághoz, de én azt gondolom, hogy Kárpát-medence kultúrájához is, és ehhez képest a várnak a vezetősége megtiltotta, hogy oda menjünk. Na most ez tulajdonképpen azt gondolom, hogy köszönhető volt az, annak a folyamatnak is, ami ott a, elsősorban a munkácsi járásban elindult, hiszen addigra már napvilágot láttak azokban a napokban azok a hírek, hogy leszednek magyar feliratot intézményről, ráadásul olyanról, ami magyar forrásból került megépítése, ez a Derceni Sportcentrum, de veszik le a magyar zászlókat is. És mindez történik egy háborúnak az árnyékában. Én azt mondtam, hogy nagyon sajátságosnak tartom, hogy ennek a háborúnak, a, amit sajnálatos maga a háború is, meg az egész, hogy, hogy egyszerűen nincs tárgyalási hajlam, és a békére úgy tűnik egyelőre, hogy nincs sok esély. Ehhez képest arra van energiája még a kormányzó pártoknak, hogy ilyen nemzeti kisebbségi dolgokkal De arról nem is beszélve, hogy ugye felmondnak a helyi kultúrház vezetőinek és a munkácsi igazgatójának is, aki 17 éve 17 ezt a posztot, éve volt, igen. És egyébként pedig ugye ez, ez magyar támogatással működik, a magyar kormány rendkívül nagy támogatást nyújtott az menekülteknek van. és Kárpátaljának. Mi indokolja ezeket a rendkívül éles magyar ellenes kirohanásokat és ezeket az atrocitásokat? Ez egyébként érdekes, hogy többnyire azt a, a helyiektől hallott információk azok, hogy ez lehet, hogy valami nagy politikai lépések része. Ugye sokan úgy fogalmaztak, hogy esetlegesen a munkácsi polgármester és a rokonsága, nyilván ezt mindenki tudja, hogy ott a Baloga képviselő úr, illetőleg a szintén Baloga úr, aki a munkácsi polgármester, hogy ez az ő akciójuk, mert én azt gondolom, hogy ez valami olyan játszmának a keretébe történik, amit lehet, hogy mi igazából nem is gondolunk. Igen, de közben a, a helyi magyar közösségek, amellett, hogy elég, te, elég szörnyű megterhelés természetesen a háború és a háborús híreknek a a látványa, illetve az, hogy valóban Igen, hát ez... az életért küzd, e közben ez a folyamatos vegzálás még nehezebbé teszi az életet. Igen, ez tulajdonképpen én azt gondolom, hogy nem is kettős, hanem többes nyomás, mert azért láttuk azt is, hogy az utcán kint állnak a rendőrök, a rendőrautók és a katonakorú férfiakat igazoltatják és kezükben nyúlják a behívókat. Azért ezt is látni, magának a háborúnak ezt a az érzületét, tehát azért bárki bármit mond, nagyon nem jó egy légvédelmi szirénát végighallgatni. De a szerkesztő úr megengedi egy picit, én hadd menjek vissza az időben, és én egy kettős folyamatot látok, ami történik a háborún túl, vagy azzal együtt, hogy van egy Európai Uniós integráció. Ugye 2017. szeptember 1-től Ukrajna az Európai Unió társult országa. Sőt, hát azóta viszont a tavaly évben benyújtott uniós integrációs igényét, és a, a egy tagjelölt is státuszba került Ukrajna. Ehhez képest 2017 szeptember 5-én indult el azzal az oktatási törvény módosítással ez a folyamat, ami láttatja azt is, hogy oktatási ügyekben megszüntetik a nemzeti nyelveken gyakorlatilag az anyanyelvű oktatást. Ez 2023. szeptemberétől hatályba fog lépni. Utána történt egy nyelvtörvénymódosítás, ami szintén jogszűkítéseket tartalmazott, például, ahogy ott is beszéltük, könyvkiadások esetében kötelező ugyanannyi példányszámban megjelentetni ukránul azt a könyvet, ha valaki magyar könyvet szeretne kiadni. Miben indokolják ezeket? Miért miért van no, most... Az Unió vezetése ilyenkor nem hivatkozik. Hát ilyenkor állomisága. nem, és ezt már meg kellett volna gyakorlatilag 17 szeptemberétől tenni, amióta. Tulajdonképpen ezek a jogszűkítések zajlanak, és én ezt azért is mesélem, mert egyik oldalon folyik az integráció. Tehát amikor az ember elvárja azt, hogy tényleg európai, bár ezt csak megjegyzem, hogy nem tudom, hogy ma már az a szó, hogy európai jelzőként ez pozitív-e, lehet, hogy már nem annyira pozitív, mert pontosan az európai integráció, tehát minél közelebb kerül az Unióhoz Ukrajna, annál inkább folytatják a jogszűkítéseket, és azért nem álltuk meg az oktatás és a nyelvtörvénynél. Közben azért sikerült egy olyan regionális beosztásra vonatkozó törvényt is hozni, ami szintén hátrányt jelentett. Ugyanakkor született közben egy olyan törvény, ahol nem ismerték el csak három a krimi és még két más kisebbséget őshonos közösségnek tehát azt a magyarságot, amelyik egyébként a szülőföldjén él, és a szülőföldjén került a történelmi okokból kisebbségbe, őket sem tekintik őshonosaknak. És akkor jött még ez a tavaly decemberi kisebbségi törvény, amiben lássunk csodát, például majd, hogy nem azt írták elő, hogy a nemzeti kisebbségeknek kötelességük asszimilálódni. Na most én azt gondolom, hogy elég sajátságos, mert nyilván mindenki sajnálja a, a háborút, azt, amilyen honvédő harcot az ukránok folytatnak, ez, de emellett azért én azt gondolom, hogy nem engedhető meg, hogy ilyen folyamatok történjenek, és hát én azt kell, hogy megfogalmazzam, hogy azt is sajnálatosnak tartom, hogyha valaki emellett a nemzeti kisebbségek ügyébe kritikát fogalmaz meg, azt rögtön megbélyegzik, és orosz barátsággal vádolják. Na most ez így, ezt szerintem Európának, nyilvánvalóan az európai bürokráciának, adminisztrációnak, hát ez figyelembe kell venni. Venniük lesz erre válasza. Katalin, köszönöm szépen. Köszönöm mert. szépen, szép estét kívánok.